Bár még javában tart a nyár, sokan már készülnek a hidegebb hónapokra. Elkezdődött a befőzés és a savanyúság készítés szezonja. A vásárcsarnok zöldséges tandjainál nagy a forgalom, keresik a hagymát, káposztát, paprikát is. A káposztát az, ami először ilyenkor már lehet csinálni. Hát a karfölt is próbálják, hogy lesavanyítani, de az nagyon drága, már import magyar, nagy minimális van. Nagyon nagy apró hagymákat viszik, amit megint üvegbe, a gyöngyhagymát viszik, amit megint, hát jó, kényelmetlen megpucogatni, de nagyon finom, meg hát gyakorlatilag sóska, spenót, amiből nagyon kevés van, de mindenki próbálja, amennyit tud megcsinálni, hogy télen már, meg a paradicsomot befőzi, meg az uborkát ilyenkor. A termés idén kiemelkedően jó volt, sok az amatos zöldség, a magyar karfiol azonban besárgult, ezért nem sokat árulnak belőle. Leginkább Olaszországból vagy Franciaországból importálják. Magas az ára, egy fej 1000 és 1500 forint között mozog. Problémás, de hát én nem merem azt sem mondani, hogy várjanak ezzel, mert most van az időszak, amikor ezt is el kell egybe tenni. A zöldséget nem csak elrakásra viszik a szezonban a vásárlók, friss salátát is szívesen készítenek belőlük. Például lereszelem, és úgy eszem meg, hogy salátának, amit az idén már nagyon sokszor csináltam, és abba szoktam paradicsomot, paprikát tenni, és akkor olyan, mint a csalamádé, olyan úgy néz ki, és nagyon finom, az ugye frissen. A télit meg ugye le kell forrázni, ki kell dunsztolni, azt különböző csinálják az emberek. Az árakon meglátszik, hogy bőséges az áru, viszonylag olcsón 500 forint körül lehet kapni a lecsónak való paprika és paradicsom kilóját. A savanyúságnak ideális uborka kilója 900 forintba kerül.